A múlt század 90-es éveiben precedens értékű volt Tótfalu önállósulása. A falu 20 év alatt rengeteget fejlődött, lakói bebizonyították, hogy közösen nagy célokat is elérhetnek. Komoly dolgokra is képesek voltunk, és komoly dolgokat is meg tudtunk valósítani, köszönve annak, hogy elsősorban volt egy vezető, aki hát utasítja személye, és ő, mint faltörőkos ment előre, és kifáradhatatlanul újabb és újabb ötletekkel jött elő. Első ízben osztották ki a Tótfalu díszpolgárvár ismeréseket. Répás Zsuzsanna, Magyarország nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára, Utasi Jenő, tótfalusi plébános, és Lékó Lajos, a település Magyarkanizsán élő, de a faluból származó gazdaságfejlesztési tanácsadója részesültek ebben az elismerésben. Vegyes érzelmek vannak azért bennem, mert mindig ilyen közben úgy érzi, hogy a felelősségérzete még nagyobb lesz, nagyobb az elhivatottság, mert ez azért kötelez. Másrészt pedig, hát nem egy embernek a munkája, sosem az az elismerés, az mindig a, jó, az a közösség, hogy egy embernek, de azért a közösség felé kell azt mindig visszaforgatni a ember életével. Megtisztelő számomra, hogy egy olyan csapat értékelte a munkát, amely az elmúlt 20 évben példamutató volt nem csak a faluban, hanem községünkben is és Vajdaságban is. Sőt, nemzetközi vonatkozásban is elismertítette Tótfalut. Ehhez én személyesen itt kis részt adtam hozzá. A templomi szentmisével kezdődő ünnepségen a községi vezetők mellett megjelentek Tótfalu testvértelepüléseinek képviselői, a környező helyi közösségek, vállalatok, intézmények és civil szervezetek vezetői is. A falu elnöke elismerő okleveleket adott át a település legaktívabb támogatóinak. Az ifjúsági házban megtartott ünnepi műsorban felléptek a helyi óvodások, általános iskolások és a Fehér Akász Művelődési Egyesület tagjai.